Jó napot! Jó, köszönöm a tapsot. Szóval, maga az a színész? Igen, producer úr, Kövesdi Endre vagyok, a Padlás színházból. Igen, jó. És maga akar verset mondani ebbe a Sztár születik show-ba, ugye? Hát szavaltak már mások is tehetségkutató műsorban. Igen, nem? De azok trendik voltak és reppelték a verset. Egyébként is csak azért engedtem ide, mert ugye a rendező ragaszkodott hozzá, látta magát valami Ösvény című darabban. Nem Ösvény, hanem Fösvény. Molière írta. Hát ez a malária nem lehetett valami, hogy sztár, mert nem ismerem. Na jó, mutassa meg akkor azt a verset, tessünk túl. Jó, elkezdem. Igen. Arany János, családi kör. John Gold. Tessék? Mondja angolul ezt a Arany Jánost, vagy kicsodát. Na de hát ő az egyik legnagyobb magyar költő. Igen, de ezt a nézők nem tudják. A mi célközönségünknek trendi dolgok kellenek, nem ilyen nevek, hogy Arany János. Azt már nem lehet eladni. Mondja, hogy John Gold. Jó. John Gold. Családi kör. Na jó, álljunk meg. A kör az egy horrorfilm, és megy a egyik konkurens csatornánkon, mondja helyettem mondjuk Karikát, a családi helyett meg Family-t. John Gold, Family Karika. Így van. Így legalább el tudjuk adni azt a kekszet, amit a műsor alatt reklámozunk. Este van, kiki nyugalomban. Na hát itt valami megint nem stimmel. Mondjam angolul, tessék. It's evening, hu hu in peace. Megőrült maga, azt hiszi, hogy a nézők értik is az angolt. Hát a magyart is csak azért nem feliratozzuk nekik, mert nem tudnak olvasni. Na jó, azt mondja, hogy este van, nyugalom. Megvan, mondja azt, hogy főműsoridő van, mindenki a Sztár TV-t nézi. De Arany nem ezt írta, nem is volt tévé abban az időben. Most akar szerepelni a műsorunkban, vagy nem? Hát sajnos muszáj, mert a színházi fizetés nem elég. Na, látja, itt sztár lesz, csak mondja, amit kértem, tessék. John Gold, Family Karika. Főműsoridő van, mindenki a Sztár TV-t nézi, feketén bólingat az eper falombja. Mi van? Bólogat a fa. Bólogat a fa. Ráadásul feketén. Hogy tud feketén bólogatni egy fa? Fogadjunk, hogy ezt is át kell írni. Ördöge van. Azt mondja, hogy jó, mondjuk kitalak valamit helyett, azt mondja, feketén. Jó, mondja azt, hogy Pákó áll egy fánál. Legalább hadd mondjak eperfát. Nem kell, ez nem tudományos műsor. Kezdje el. Family Karika. Igen. Főműsoridő van, mindenki a Sztár TV-t nézi. Pákó áll egy fánál. Zúg az éji bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan, akkor azután elhallgat. Mi a bánat van? Neki megy a légy a falnak, és megdöglik? Nem légy, hanem bogár. Kit érdekel? Na, tudja mit, inkább ezt az egész sztorit, ezt a legyeset, ezt a megdöglőset, ezt játssza a hangba, jó? Nem érti mi? Én mutassam meg magának, maga a színész. Na jó, figyeljem, Isten, ezt a baromság. Na, azt mondja, hogy... Pum, poty. Nekem mindegy. Na. John Gold, Family Karika. Főműsoridő van, mindenki a Sztár TV-t nézi. Pákó áll egy fánál. Pumpotty. Jó. Mintha lába kelne valamennyi rögnek, lomha földi békák szanaszét görögnek. Mi van már megint? Mi az, hogy lába kell a rögnek, és mi van a békákkal meg a görögökkel? Legalább ezt az egyet hadd fejezzem be. Tehát csapong a denevér az ereszt sodorván, rikoltoz a bagoly csonka régi tornyán. Na jó, tehát megdöglik a légy, rendben van. Na most... Utána van ez a görög, meg a csonka régi torony. Jó, mondja azt, hogy röhög a görög, a bagoly, meg a csonka András. Hogy kerül csonka András egy Arany János versbe? Úgy, hogy az ilyen műsorban ismert arcok is ismert nevek kellenek, nem ilyen hülye versek. De itt semmi értelme ennek az egész produkciónak. Nem, nem, nem csak ennek. Jó, na figyelj, mondja.
Van ennek a versnek ismert sora, olyan, amit már mindenki hallott? Hogyne. Igen? Csendesen kérődzik, igen, jámborfajta, pedig éhes borja nagyokat döf rajta. Nagyszerű, akkor kezdje el ezt az egészet, és mondja, tud maga büfögni? Büfögni? Hát most mondta, hogy valaki kérődzik ebben a versben. Büfög egyet, elkezdi a verset ezzel a kérődző sorral, aztán bemondja a Kex reklámot, hogy Family Karika, kész a produkció. Ne haragudjon, de én nem szeretnék egy tévéműsorba befögni. Akkor hogy akar sztár lenni? Amilyenk egy bevállalós műsor, eltitkolt vágyak, szadomazó szexek is, melegség, határtalános, az is vége első osztályban, bűnözői múlt, hát ebből lesz a sztár. Na, tud vicces dolgokat mondani? Mondjuk ilyeneket, hogy Easy Rider öcsém, meg. Ilyen. Meg azt, képzeljen engem, hogy gyúrunk vaz-e, érted? Ilyeneket mondja. Nézze. Valami hülye színész mondta valahol, mindegy. Nézze, én csak ezt a verset szeretném elmondani egy kis pénzért, aztán maguk olyan meleget pukkantanak a bűnözőikkel, amilyet csak akarnak. Na jó, tudja mit, megesett magán a szívem, elmondja a verset, megkapja az 5000 forintját, aztán szaval, aztán meglevetkőzik. Levetkőzöm? Persze, hát attól lesz tár. Na, tessék, irány a stúdió, gyerünk! Jó, de előtte hadd mondjam el megint el ezt a verset, hadd mondjam el megint. Igen. Dzsongolja. Family Karika. Főműsoridő van, mindenki a Sztár TV-t nézi, Pákó áll egy fánál. Este van egy urunk-e, vazeg? Pumpott, röhög a görög, a bagoly és a Csonka András. Csendesen kérődzik, igen, jámborfajta. Böfögött a színész, röhögnek is rajta. Udvaron fehérlik szőre egy bikának, az 5000 forintját meg dugja föl magának. Hölgyeim és uraim, Csúlya Imre!